ahogy a tudat nem az, ami teremt, inkább a tudat az a jellemzője az énnek, a léleknek. Egy másik tulajdonsága az a szabad akarat. Ami alatt van, mi tudunk egy másik paradigmát jelenbe hozni, de ugyanakkor szükséges, hogy ismerjük, hogy mi a karma, vagy ennek a világnak a törvényei, hogy minden cselekvésnek lesz egy visszahatás. És akkor van egy olyan kifejezés, amit találunk a Bhagavad Gita-ban, akkor Krisna mondja, hogy karma kausala, hogy kell a karmának a művészetét megtalálni. Hogy milyenféle munka, milyenféle cselekvést csinálunk, aminek nincsen rossz visszahatása, se jó, itt most jó, az egy ilyen relatív szempontból mondom, és akkor ez igazából meghoz egy másikféle paradigma, ez egy igazi paradigma, az a paradigma az, amikor úgy mozdulunk ebbe a világba, hogy nincs semmiféle visszahatás is, azt hiszem. És de itt nem a tudat, hanem itt az, hogy mi tudatos vagyunk, arra